Nagyon szép. A kicsik bátrabbak, mint a felnőttek. Sorban álltak, hogy kígyót és szakállas agálmát simogathassanak. Az állatkertek éjszakáján ugyanis erre is volt lehetőség. Az egzotikus esti programra mindenki nagy tervekkel és családdal érkezett. Megsimogattál már valamit? Itt a sűrűn. Mit simogattál még? Mindenféle állatot. És ki hozott el téged ide ma az állatkertbe? Kivel jöttél? Aki papával. Mert a Beti mamával, és a Beti mamával, és az atyapapával. Péntek este azonban nem csak a hüllőket lehetett simogatni, hanem sok más állatot is. A látogatók például bemehettek a makizóba, ahol etethették és cirógathatták a gyűrűs farkú makikat. A színes programkavalkádban pedig voltak kalandjátékok, ugrálóvár, és még sorolhatnánk a sok családbarát látnivalót. A gyerekek közül azonban még mindig többen a kis bengáli tigrisre voltak a legkíváncsibbak. És már valamit megsimogattál? Mert olyan jó sok állatot meg lehet simogatni. Még nem. És mit tervezel? Mit fogsz megsimogatni? A tigriseket. Melyik lenne az állat, amit meg szeretnél simogatni? A tigris. Az esti program célja az állatok éjszakai életének bemutatása. Az Állatkertek éjszakája című kezdeményezés tavaly indult, akkor 8 helyszínen tartottak programokat. Idén ez a szám 12-re bővült. Győrben pedig egyre többen kíváncsiak az állati éjszakai életre. Idén ez most már a harmadik alkalmunk, amikor éjszakai nyitvatartása, este 10-ig nyitva vagyunk. Szerencsére érdeklődőek az emberek. Nagyon jó családi program, tehát most is rengeteg kisgyerekes család van itt, és azt kell, hogy mondjam, szerencsére kígyózó sorok vannak, és örülök neki, hogy egyre többen érdeklődnek ezek iránt, az esti programok iránt is. Tavaly évhez képest azt kell, hogy mondjam, most többen vannak, mint tavaly volt. A nyárzárás tehát az állatok is megünnepelték, méghozzá nagy közönség előtt. Az őszt beköszöntével pedig tovább várják a kíváncsi szempárok fürkésző tekintetét.